Az előző rész tehát ott hagytuk abba, hogy párnapos montenegrói tartózkodás után elértük az Albán határt. Akkor ezt most ezzel a lendülettel lépjük is át, és nézzünk néhány alapinformációt erről az országról is. Ez egy nagyjából 29.400 km négyzetkilométeres, azaz a Dunán túltól is nagyjából 20%-kal kisebb területű ország, ahol nincs kerek 3 milliónya lakosság. Viszont a nagyvilágban szétszórva megközelítőleg összesen 13 millió albán él. Pénznemük a lek. Fontos tudni, hogy soha nem volt Jugoszlávia része, és itt bármiféle fajta szláv nyelvtudásodat dobhatod a kukába, mert hogy itt albánul beszélnek, ami egy teljesen egyedi, semmi máshoz nem hasonlító nyelv. Kb. mint a miénk a magyar. Az 1940-es évek közepén Enver Hodzsa majdnem fél évszázados diktatórikus álmokfutása következett, Melynek során teljesen elszigetelődött a keleti és nyugati hatalmaktól is. Ennek a kornak az öröksége a mindenfelé megtalálható elhagyatott bunkerek, amiből kb. 800 ezer található az országban, ja meg az, hogy a mai napig Európa legelmaradottabb országa minden tekintetben. A határon itt is nagyjából fél órát várakoztunk, mire beengedtek, és hát az rögtön világossá vált az első pár kilométeren, hogy itt egy időutazás vette kezdetét. És akkor ezzel most nagyon finoman fogalmaztam. Én egyébként baromi kíváncsi voltam Albániára, mert hát így a neten így, hát így csak szuperlatívuszokban lehet vele találkozni, hogy jaj, a nagy titkos balkáni tip, meg társai, és tényleg mindenhol ódákat zengenek róla. Na hát én biztosan nem fogok, úgyhogy aki nem kíváncsi rá, hogy hogy ekézem széjjel az országot, és vagy ö, személye elleni sértésnek veszi azt, hogy esetleg nem egyezik valamiről a véleményünk, az még most zárja be a videót, és hát a többieknek meg akkor jó szórakozás, és akkor csapjunk bele. Nos, kezdjük szerintem azzal, hogy Albánia egy putri, és ezzel most nem valamiféle véleményt, hanem tényt fogalmazok meg. Ha valaki szeretné átélni azt az igazi afrikai koldus csöves putri félinget, mindezt Európában, nos nekik tökéletes uticél, a többieknek szerintem kizárt, én még tapasztaltabb utazóknak sem ajánlanám az előbb látott szemét dologgal kapcsolatban egyébként most nehogy azt higgyétek, hogy jaj, láttam két ilyen helyet, és akkor most direkt ez ki lett emelve, és akkor ezzel kellett kezdeni ezt az egészet. Nem, itt szó nincsen erről. Azt tudni kell, hogy az albánoknál a hulladékkezelésnek semmilyen kultúrája nincsen, de most nem csak a kezelésnek, hanem az embereknek sincs azért különösebben a fejében ez benne, hogy nem dobálunk el semmit, meg ilyenek, mert ezt komolyan nem egyszer láttam. Hogy az emberek mennek Albániába, és mindegy, hogy hol vannak, hogy a város közepén, vagy kint valahol a szabadban, valami szemét van így. Hello, szia, már engedik is útjára, tehát tényleg mindenhol hegyekben áll a gané. És még egy valamit szeretnék így az elején tisztázni, amit fontosnak gondoltam, hogy a legendáriummal ellentétben Albánia egyáltalán nem olcsó ország, sőt, nem tudom, lehet egyébként régebben az volt, de hogy ez ma már biztosan nem igaz, az szinte fix. Montenegro sokkal pénztárca barátabb volt. A magyar átlagárakhoz viszonyítva szerintem Albánia maximum 10%-kal olcsóbb, és még egy valamit viszont biztosan felhoznék az, hogy valami pedig kifejezetten rohadt drága. Ilyen volt például az üzemanyag, mert a benzinért átszámolva valami két euró egynehány centet kellett fizetni, a gázolajért meg kettő és felett. Ez egyébként nehogy azt higgyétek, hogy a helyeket bármiben is gátolja, itt ugyanis mindig mindenki úton van. Én még esküszöm ilyet nem láttam, hogy itt mindenki megy, ráadásul sokszor nagy valószínűséggel teljesen céltalanul, mert nem egyszer fordult elő, hogy az előttünk lévő után haladva 20-30 kilométert követve egy körforgalomnál kihajtottak azon a kiáraton, ahol bejöttek és mentek visszafele. Egyébként, ha már a közlekedésnél és a kocsiknál tartunk, azt érdemes tudni, hogy az albánoknál az autó a mai napig nagyon durván státuszszimbólum. Mondjuk ez egy olyan országban nem csoda, ahol a már említett Enver Hodzsa diktatúrája miatt 1992-ig mindössze 600 gépkocsi volt nyilvántartva az egész országban, nyilván az is a felsőbb köröknek a pornép meg járt szamárháton. Ebből kifolyólag itt az embereknek mindegy milyen ótvar szar laknak, az se érdekes, ha rájuk dől, ami fontos, hogy autó álljon előtte és lehetőleg merci. Tényleg megdöbbentő ennek a márkának a túlsúlya, de persze most ne a legújabb esosztályra gondoljatok. Jó, persze elvétve van az is, de a legjellemzőbb a régi szakadt Európában leselejtezett, majd ide kidobált V124-esek meg V201-esek, amiknek tényleg ló keze és addig mennek velük, amíg ki nem lehelik a lelküket. A régebbi C meg -e is annyi van, mint a szemét, azoknak is a fele roncs, és úgy általánosságban elmondható, hogy a gépark állapota egyszerűen siralmas. Nálunk a bontóba külön példányok vannak kidobálva, és ha azt hitted, hogy a neten látott, a belét szó szerint a földön húzó, agyik pakolt rosdabogják csak kamuk, akkor van egy rossz hírem. Ja, és ami még fontos, hogy csak is a tiszta, frissen mosott autónak van respektje. Éppen ezért ezt most szó szerint értsétek, hogy minden utca sarkon van vagy három mosó, de most nehogy valami sterimós csilivili akármire gondoljatok, hanem ilyen ótvar zugmosókra tényleg egy rossz slaggal meg szivacsal. Emberek órákon keresztül képesek ott suvickolni azt a sok kotlalomot. Fontos még tudni, hogy itt a hagyományos értelemben vett tömegközlekedés nincs. A nagyobb városok között járnak amolyan iránybuszok, amik általában 11 nehány személyes merci sprinterek, vidéken viszont marad a szamárhát vagy gyalog. Biciklis, a szó szerint egyet sem láttam, bár nem is gondolnám, hogy létezik annyira őrült ember a világon, aki az albán közlekedési morál mellett ezt a két bevállalná. És akkor, ha már itt tartunk, hogy közlekedési morál, szerintem ezt a legalja szokást, hogy valahol megállunk, kitesszük a vészvillogót, és ezzel mind van el van intézve, én szinte biztos vagyok benne, hogy Albániából adoptáltuk, ott ugyanis ebből gyakorlatilag versenytűznek az emberek. A duplasávos körforgó belső sávjában megy előttem valaki, majd egyszer csak megállt, kiteszi a vészvillogót, kocsi leállít, kulcs kivesz, majd ott rá is pitjent és lezárja bazd meg a belső sávba, és azzal a rendülettel fogja magát, és a külső sáv mellett a ott a placon árusító haverjához megy ki, és akkor ott dumálnak, beszélgetnek, az, hogy te majd hogy hogy kerülött ki meg, hogy, hogy, hogy a többi emberrel ott mi történik, az teljesen le van szarva. Az, hogy szinte az egy autónak is éppen, hogy eléggé széles úton rád előz valaki, majd arra még rá előz valaki, hát ez, ez teljesen normál. Illetve az, hogy valaki fényes nappal a városban jön veled szembe, felkapcsolt tompítottal, reflektorral, plusz még ködlámpa elől-hátul, ez, ez, tényleg ez teljesen hétköznapi, meg amit már az előbb mondtam így a körforgós példával, hogy az albánok bárhol, bármikor tényleg egyszerűen fogják magukat, bebassza a féket, és kész, megállt. Na mindegy, nem ragozom itt ezt vég nélkül, egy szó mint száz, az albánok teljesen hülyék az autóvezetéshez. Látszik, hogy alig 30 éve csinálják, és akkor mindez még súlyosbítva az utak minőségével, főleg vidéken. Szóval itt azért tényleg nagyon balkáni a feeling ebből a szempontból. Ezután az eléggé bőlére sikerült ilyen közlekedős bemutató után, akkor most térjünk vissza magához az utazáshoz. Én indulás előtt alapvetően két oldalról tájékozódtam, az egyik az utikritika.hu, amit most is láthattok, a másik meg Travellina oldala volt. Neki van Albániáról egy komplet naplója, térképpel is, és hát én is nagyjából ez alapján lőttem, hogy akkor mit is szeretnék itt megnézni. Ez a térkép kiindulási alapnak egyébként tényleg tökéletes volt, bár én azért egy kicsit szelektáltam belőle, és akkor így maradt Durres, Tirane, Apollónia, Berat, az Osum Benje, Girokastra, a Kékszemforrás, illetve Butrint. Én úgy gondoltam, hogy maximum négy napot fogunk itt Albániában eltölteni, mert azért, mint látható volt, hát így látnivaló terén így, hát nem tent túl a dolog. Viszont erre a négy napra úgy gondoltam, hogy szükségünk lesz, hogy az útviszonyoknak meg, meg minden egyénnek megfelelően mégis normálisan végig tudjuk járni az már említett dolgokat. Még itt a tervezésnek igen csak az elején jártunk, amikor nekem már feltűnt, hogy... Hát ez az Albánia, ez biztos, hogy nagyon érdekes ország lesz, mert hogy... Hát több, mint megosztó, maradjunk ennyibe, ugyanis itt a Úti kritika oldalon is például volt egy csomó vélemény, meg egyéni hozzászólás, és ilyen aranyközépútról itt szó nem lehetett, ez valakinek vagy tetszett, vagy valaki úgy utálta, mint a vastag szart. Hát pont ezért gondoltam, hogy na ezt nekem látnom kell. Ami még külön vicces egyébként, hogy így nagyon sokszor ellentmondásokba lehet futni, így a kommentíróknál is, meg egyébként önmagában az oldalon is, mert az általános infoka, hogy jönnek, ott rögtön az elején van egy ilyen tízes felsorolás, hogy Albániában a legjobb dolgok. Tehát így pozitívum, meg Albániában, hogy negatívum, és ez most így teljesen átlagosan van véve, tehát ez nem egy kifejezett helyszínről, vagy látnivalóról szól, hanem úgy az országról általánosságban. És a pozitívum részben elhangzik, hogy Albániában nagyon jókat lehet enni. Majd aztán a negatív részben meg benne van, hogy hát az Albán konyha az valami rettenetesen szar, és egysíkú, és egyhangú, itt nem lehet jókat kajálni. Na most akkor ezek után érted, akkor, akkor döntsd el, hogy hol az igazság, de mindegy, vissza a sztorihoz, és nézzük, hogy akkor mi mit jártunk be. Az első megálló Durres, vagy normálisan kiejtve düres, vagy állítólag hívják még Gyuresznak is, hát majd mindenki kiválasztja magának, amelyik szimpatikus. Ez egy 130 ezer fős település, ami egy kikötő városból nőtte ki magát. Több helyen olvastam, hogy Albánia Las emlegetik, de ez a név szerintem egyáltalán nem találó a bolygó segjük a kifejezés sokkal jobban illene rá, egy undorító, guztustalan, koszos, büdös, a végletekig túlzsúfolt pöcegödőr. Ne haragudjatok, nem fogok finomkodni, mert tényleg nem tudom, hogy mikor jártam utoljára egy ilyen utolsó, koszvat lepra helyen. Az előbb látott pálmafás felvételek ne tévesztenek meg senkit, ez a belváros és annak is úgy Isten igazából a központi része, tehát most ez nyilván nagyjából rendben van tartva, de ezzel aztán tényleg ki is fújt minden szépség ezen a helyen. A külső kerületekben kosz, szemét és nyomor mindenhol, koldusok tömkelege, a tenyeredből jósoló cigányasszonyok garmadája, szóval tényleg egyszerűen borzasztó. A partokon meg hotel hegyek egymás nyakában, ráadásul itt tényleg ezt szó szerint kell érteni, hogy mindenhol építkeznek, éppen ezért olyan elviselhetetlen zaj, meg kosz, meg környezetszennyezés van mindenhol, hogy az, az brutál. Ha azt gondoltad, hogy mivel tengerparti város, akkor majd legalább fürdesz itt egy jót, nos abban az esetben óriás óriásit fogsz csalódni. A part meg a víz egyszerűen undorító, ha fizetnének sem mennék bele ebbe a vízbe. Ritka hervadt egy lehangoló valami ez, és ezek ugyan nem saját képeim, de javaslom neked, hogy nézd meg ezt a tömegnyomort, mert ez nem photoshop, ez sajnos a valóság. Akkor utolsó mencsvárként azt mondom, hogy nézzük meg az amfiteátrumot, hiszen itt az is van. Na azt hiszem, arra felesleges még úgy igazán egyetlen percet is pocsékolni. Ennyi az egész, annyira említése sem méltó, hogy videót nem is csináltam róla, csak ezt az egyetlen képet. Hú, vász meg! Hát most így felemlegetve ezt az egészet, azt kell mondjam, hogy ez a dúrás nekem tényleg egy akkora csalódás volt, hogy azt hiszem itt határoztam el, hogy engem innentől kezdve semmilyen város nem érdekel el Albániában, hanem inkább a természeti látrivalókra gyúrunk, az hát, hogyha jobb lesz. Éppen ezért tiranát minden szívfájdalom nélkül húztam le a listáról, amúgy sincs benne semmi érdemi látnivaló, hogy olvastam, úgyhogy mondom, akkor ez szevasz mehet a levesbe. Éppen ezért azonnal Benj meg az Awesome Szurdok felé vettük az irányt. Előtte viszont még megálltunk Berat városában. Fel is volt írva az úti tervbe, meg konkrétan arra kellett menni, így útba esett, megmondom, kapjon ez az egész városlátogatás egy második esét. Ez Albánia legősi települése, egy völgyszorosban épült, és az ezer ablakos városnak hívják a fehérre meszelt valóban sokablakos házainak köszönhetően. 2008 óta emiatt UNESCO világörökségi helyszín. Ez mondjuk ne téveszem meg senkit, ettől függetlenül egy ugyanolyan lepukkan csöves bánat hely, ez is mint eddig bármi Albániában, és én egyébként ekkor kezdtem el ezeket két fényképes városnak hívni, mert tényleg ide elkészített Elkészíted ugyanazt a két fényképet, ugyanabból a szögből, ahogy az interneten láttad, és ezzel tulajdonképpen le is van tudva, mert annyira érdektelen a hely. Úgyhogy mondtam is rögtön, hogy na jó, húzzunk innen, mert tényleg ennek az egész város látogatósdinak teljesen felesleges volt még egy esélyt adni. Irány benny a termálforrásokkal. Mondom, lecsorgunk az SH74-es úton, azt gól, de legnagyobb meglepetésemre egyik útvonal tervező sem hozta ezt az útvonalat. Hát mondom, ez tuti nem véletlen, hanem egy hatalmas 180 km-es kerülővel Fier irányába akart odavinni, miközben légvonalban elvileg 50 km-re voltunk a helytől. A másik útvonal, amit mutatott, az a hegyek között kanyarog, a 96 kilométeres távolságra a navi szerint satszolt 3 óra 54 perces út, azért úgy gondolom önmagában is elég beszédes a viszonyokat tekintve. De mondom, ráírunk meg azért, ez így látatlanban is szinte biztos, hogy kaland lesz, illetve vidéki Albánia mutasd magad, hát ha jobb lesz, mint az eddigiek, úgyhogy ezt az útvonalat választottam. Én barom állat! Az elején egyébként teljesen rendben volt minden, normális aszfaltos úton autóztunk bele a semmibe, meg lassan a naplementébe. Policsan városa után aztán szúrtam egy jobbost, ahogy a Navi is mutatta, és hát itt éreztem először, hogy more ebbű baj lesz. Az egysávos aszfaltos út lassan murvássá váltott át, láthatóan kezdtük elhagyni a civilizáció minden nyomát, és egyre többször kellett megállni a kecsketerelések miatt, és az emberek arcán is látni lehetett, az ezek mit keresnek itt jellegű döbbenetet. Az út is egyre rosszabb lett, majd az utolsó elágazást elhagyva, a feszület után kettővel a halál faszán is 5 kilométerre túl egyszer csak eljött az a pillanat, hogy jó, ezt fel kell adni. Addigra lassan azt hittem, hogy hosszába ketté szagad a gongó, mert tényleg olyan boslék utakon mentünk, akkora gödrökkel, hogy így a kutya simán bele tudott volna fialni, én ezt tényleg komolyan mondom, hogy egy, egy jobb terepjárónak is egyébként becsületére vált volna ott elmenni. Viszont ami a röhely, hogy a Navi szerint egyébként jó helyen jártunk, tehát azon az úton kellett menni, és hát végül aztán akkor jött el a pillanat, hogy jó, erről ennyit. Amikor így ment ez a szar út, kanyarogtunk ott össze-vissza, majd egyszer csak így telibe neki vitt egy nagyobb folyónak, és azon kellett volna keresztül menni, és mondom, a Navi még mindig mutatta, hogy igen, itt ezen át kell menni. Hát mondom, azért, oké, okay, én hülye vagyok, meg tényleg bevállalok minden szar, de mondom, azért, hát ez lehet, hogy egy kicsit erős lesz. Eddigre egyébként már nagyjából egy órát elcsesztünk ezzel az egész zögykölődéssel, meg kinlódással, és ugye nyilván megint egy óra volt visszamenni Beradba. És ha még annyit ide ehhez a városhoz, hogy láttátok ott azokat a fényképeket, tényleg a házak a sok ablakkal, régen sötét volt már egyébként, mire oda visszaértünk, de könyörgöm, baz meg egyik házban sem égett a villany, de egyik helységben sem, tehát innentől azért mondjuk felmerül bennem a kérés, hogy, hogy milyen város ez te, mert tulajdonképpen ez szerintem már mint Velence, hogy ez gyakorlatilag egy skanzen, hogy itt el lehet jönni ezt megnézni, mert jaj, látni való hű, meg ha, de egyébként ezekben a házakban nem is lakik már senki nagy valószínűséggel, mert mondjuk én azt tényleg nem tudom elképzelni, hogy senki nem volt otthon, vagy mindenki az utcákon gengelt, és tényleg, hogy sehol egyetlen egy villany nem éget, és most ezzel nem túlzok. Berat mellett aztán estére beestünk egy kempingbe, és ott éjszakáztunk, majd másnap reggel, hát én úgy voltam ezzel az oszumszurdokkal, awesome hogy képek alapján jól néz ki meg minden, de hogy én, el nem indulok megint berabból azon a szar úton, hogy majd most ismételten két órát döcögjek csak oda, aztán majd vissza. Ez a szurdok annyira messze esik mindentől, hogy én nem fogok csak erre egy komplet napot rászánni, és ugyan képeken jól néz ki ez is, de ha ezzel is befürdünk, mert a valóságban egy trágya az egész, hát én bizony is te, hogy kárt valamiben. Ezért Fier felé indultunk a mellette lévő antik Apollónia romváros megnézni. Mondjuk ez még el is ment egynek, de túl nagy elvárása is senkinek ne legyenek. Az egész egy nagyon kis helyen koncentrálódik egy domboldalon, az egyetlen érdemi látnivaló pedig ez a templomrom, meg az amfiteátrum, a többi épület maradék az még... Hát az meg az indultak még kategória. Fél óra sem kellett a bejárásához, amiért fejenként 5 eurót kellett leszurkolni. Hamar léptünk innen, irány benny, most már másodjára. Ismét a vidéki Albánia útjain tekeregtünk, és hát itt valóban belefutottunk a Szamárháton utazó helyiekbe. Sok helyen olvastam, hogy Albániában az a nagyon jó, hogy a hegyek miatt milyen változatos a táj. Na hát ez biztosan nem igaz, rendesen hervasztóan unalmas, hogy gyakorlatilag minden ugyanúgy néz ki. Oké, okay, vannak hegyek, de 12 egy tucat, egy adag mészkőszikla a szokásos cserjékkel, meg elvétve párfa fa, azt csókolom. De igazából tényleg semmi különleges nincs a tájban. Nagyon éhesek voltunk már, és egyszer csak így az út szélén látunk egy ilyen nagy éttermet. Egész sok kocsi állt ott, hát mondom, akkor az annyira nem lehet rossz, hogyha helyek is itt kajáznak, vagy ugye minden albán számos volt. Na mondom, akkor álljunk csak meg egy picit. És hát, na itt kezdődött a kálvária. Mert azt hagyján, hogy senki semmilyen idegen nyelvet nem beszélt, de gyakorlatilag teltház volt, éppen ezért mondtam a pincének, hogy két személyre kérnék egy asztalt, Mondjuk ez hamar meg is oldódott, mert körülbelül 5 perc alatt csináltak ott nekünk egy asztalt, majd leültünk, és bazd meg 15 percig, de ezt most szó szerint értsétek, hogy tényleg negyed órán keresztül, senki ránk nem nézett. Tehát nem az, hogy egy ilyen rendelést felvenni, vagy valami, semmi. Ott ültünk, mint valami hülye, én konkrétan már fel akartam állni, hogy jól mondom, én húzok innen, mert én nekem erre se időm, se energiám. A recepció csak odajött egy fasz, felvette a rendelést. Kértünk valami marha szeletet, én meg valami sertés szeletet. Olyan túl nagy választék egyébként nem is volt, mindegy. Elment a pincér, egy óra 15 perce ültünk ott a rendelést követően én nekem már minden bajom volt, addigra már gyakorlatilag tizedjére akartam tényleg felállni, és ott hagyni ezt az egészet a büdös picsába. Na, kérlek szépen akkor tényleg majdnem másfél óra várakozás után ki is hozták azt a kaját, amit nem rendeltem meg. Ugyanis az asszonynak tényleg hoztak valami marhát, nekem meg valami undorító kecskefejhús hoztak ki. Hát azért nem vagyok egy nagy gurmé, de azt felismerem, hogy hát ez nem sertés volt. Megreklamálni viszont nem tudtam, mert mondom a pincének, hogy ez nem az, ez, én nekem ez nem is kell. Nézett így rám nagy halál értetlen fejjel, majd egyszer annyit mondott, hogy oké, okay, és elment. És utána bazd meg senki oda nem jött hozzánk. Hát mondom, jó, éhes is vagyok, meg minden, meg ez az állat sem azért döglött meg, hogy most kidobáljuk, hát akkor együk meg, és gyerekek, borzasztó volt, na egyszerűen összefoglalva, nem is volt jó íze, tényleg, a. Új. És akkor még ugye mellé lendeltünk egy nagy ásványvizet, amit így kancsóba hoztak ki. Ami nekem így már gyanús volt, mert... Euh, jó, mindegy, végül is volt benne mélyébi buborék, hát mondom, biztos kitöltötték az ásványvizet egy ilyen kancsóba, hát ezek szerint itt biztos ez a divat. Mindegy, még azt is megittuk. És akkor ezért az egészért még fizettem valami majdnem 26 eurót, szóval még mellé tényleg jó drága is volt. Innen aztán nagy lendülettel indultunk is tovább, a navi szerint még nagyjából 30 km volt bennyig. Kis idő múlva egy kereszteződésnél el is fordultam balra, amerre elvileg menni kellett volna, majd jött utánunk egy merc is, az is lefordult balra, és elkezdett villogni meg dudálni ránk, mint az állat. Mondom, mi a rák van már, de Hát úgy döntöttem, hogy megállok, hát gondolom csak akar valamit, és hát ez egy elég jó döntésnek bizonyult. Mert mint az kiderült, kettő benny is van ebben az országban, ráadásul alig 41 nehány kilométerre egymástól. És nyilván mi először a rossz benny irányába indultunk el, bár ami a külön röhely, hogyha a Google Maps-on is odakattintasz, akkor hozza azokat a termálmedencéket, mint fénykép találat, amiért egyébként indultunk volna. Ekkor már egyébként komolyan az idegszeit akart baszni, hogy egyszerűen nem tudunk eljutni ide erre a helyre, és még akkor esett le, hogy mikor Beratból indultunk, mi tulajdonképpen akkor is a rossz beny felé haladtunk, hogy mondtam, te jó ég, hogyha én ott tényleg keresztül kínoztam volna a kangót azon a retken, meg azon a mindenen, és tényleg eldöcögtünk volna ott négy órát, aztán rájövünk, hogy de a semmire. Engem szerintem a két oldali agyérgörcs volna el ott a helyszínen, Mindegy, szerencsére a srácok útbaigazításának köszönhetően akkor most már elindultunk a jó beny irányába. Mondjuk azt őszintén csak remélni tudtam, hogy ennyi kínlódás után valami igazán nagyszerű vár majd itt minket. És igen, végre! Valami, ami tetszett. Mesebeli volt ez a kis kőhíd itt a folyó felett, illetve kettő nagyobb medencében is lehetett fürödni a feltölő termálvízben. A folyó túloldalán meg még barlangok is voltak, úgyhogy egyszerűen tényleg pazar, Mondjuk olyan nagyon meleg nem volt, szerintem a 30 fokot sem érte el a víz hőmérséklete, de ebben a nagy melegben bőven megtette. Az egyetlen negatívum, hogy annyian voltak, mint a szemét, de végül is ki lehetett bírni. Eltöltöttük itt az egész napot, a nap naplemente is itt ért minket, és természetesen aztán itt is éjszakáztunk. Kár, hogy nem élvezhettük túl sokáig ezt a helyet, meg úgy egyáltalán az egészet, mert az az igazság, hogy hát itt következett egy pár nap kényszerpihenő, ugyanis valamikor hajnal 2-3 óra fele kezdődött el az egész, hogy hát gyakorlatilag elkezdtünk vég nélkül fosni meg okádni, hát ezt nem tudom szebben leírni. Ö, abban az étteremben én biztos vagyok, hogy lemérgeztek minket, még azt nem tudtuk megállapítani, hogy most a, a kaja miatt, vagy, vagy a víz miatt, bár az utóbbira tippelnék, mivel hogy abból mind a ketten ittunk a kaját, meg nem cseréltünk egymás között. Mindegy is. Én azt kell, hogy mondjam, hogy hát én nem vagyok egy nyápic gyerek, meg voltak már érdekes betegségeim, de ami a lényeg, hogy gyerekek, én ennyire rosszul én komolyan mondom, hogy még életemben nem voltam. Én esküszöm azt hittem, hogy megpusztulok tulajdonképpen. Két napig fel nem bírtam kelni, csak fetrengtem ott a kocsiba. Úgyhogy... Hát ez, ez, ez borzasztó, úgyhogy mindegy, ezt nem is ragoznám tovább. A harmadik nap reggelén szedtük össze magunkat annyira, hogy akkor valahogy vergődjünk át Görögországba, mert hogy nagyjából 30 km volt a határ, és hát az már mégiscsak EU. Így aztán, ha bármi van, hogyha mondjuk elmennénk egy orvoshoz vagy valami, akkor ott valószínűleg ez mégiscsak egyszerűbben lesz kivitelezhető, de még mielőtt átlépnénk a határt, és majd a, egyébként majd az a következő részben fog megtörténni, így a végére mondanék egy olyan összefoglaló félét, és hát az már eddig is lejöhetett, hogy hát én nekem túl sok örömet ez az Albánia nem okozott, és hát tényleg egy elég lehangoló véleménnyel vagyok vele kapcsolatban. Viszont azt még itt feltétlenül hozzátenném, hogy egyáltalán nem azért, mert hogy ez történt velünk, és hogy jaj, mi most itt betegek lettünk, és akkor itt úgy szar az egész, ahogy van, hanem a már említett dolgok miatt, hogy itt gyakorlatilag alig van látnivaló, ráadásul azok is tök messze szétszórva egymástól vannak, és hát abban maradjunk annyiba, hogy ez az ország, ez semmilyen szinten nem áll készen arra, hogy itt vendégeket meg, hogy egyáltalán ezt a turizmust itt nyomassa, se az infrastruktúra, se semmi más tényleg. Az emberek nagyon kedvesek, és ezzel egyébként ennyi. Ugye a videó elején is elhangzott meg, meg mondtam, hogy jaj, itt a nagy Albán titkos tip, meg hogy hű, meg ha, meg így, meg úgy. Hát, ö... nem tudom, én valahogy nem ezt tapasztaltam arról, meg nem is beszélve, hogy oké, okay, kimaradt egy pár dolog, amit szívesen megnéztem volna még, ott szamil meg a környéke, ott a tengerparton, bár azzal legyünk tisztában, hogy a, az északi része Albániának a tenger, az tulajdonképpen egy moslék, valahonnan a közepétől meg délfele van az, hogy vannak normális tengerpartok, szép fehér homokkal, meg, meg tényleg azok néznek is ki valahogy, bár ö, szerintem csak ezért teljesen felesleges Albániába eljönni, ettől sokkal jobb tengerpartok vannak közelebb, és szerintem olcsóbban is, mert ugye még ez az egyetlen egy dolog lehetne Albániának ugye a, az a része, ami miatt ajánlott, hogy mégis az árfekvés, de mint ahogy említettem, hát nem. Tehát ez sem az igyekezetet egyébként azt, azt, nagyra értékelem, hogy próbálnak kitörni ebből a tényleg ebből az igazi, hamisítatlan balkán is katujából, de maradjunk annyiba, hogy hát ez az ország erre még nem igazán érett meg. És ezzel ez a videó itt nagyjából véget is ért. A következő részben majd most már megyünk akkor Görögországba, és onnan jön az úti beszámoló. Remélem még a hét végére el tudom ezt nektek készíteni, ha nem, akkor már majd csak a jövő héten fog kimenni ez az anyag. Köszönöm a figyelmet! Szevasztok!